ágyukkal lövi az ukrán hadsereg az orosz barát szakadárok ellenőrzése alatt álló Luhanszkot. Heves harcok bontakoztak ki az elmúlt 24 órában a kelet-ukrajnai város környékén. A városvezetés közlése szerint 22 halálos áldozata van Luhanszk bombázásának. Az egyoldalúan kikiáltott Luhanszki népköztársaság elnöke ideiglenesen visszavonult posztjáról, mert megsérült. A másik oldalon is nagyok a veszteségek. 24 óra alatt az ukrán fegyveres erők 11 katonája vesztette életét, és 41-en sebesültek meg a szeparatisták ellen folytatott kelet-ukrajnai hadműveletekben, nyilatkozta az ukrán nemzetvédelmi biztonsági tanács szóvivője. A fegyveres erők egyre szorosabbra húzzák a gyűrűt a szakadárok körül, és igyekeznek elvágni őket mindenféle utánpótlástól. Az ukrán határ felé tart a donyecki és a luhanszki szeparatistáknak adományt szállító orosz segélykonvoj. Ukrajna csak akkor egyezik bele az orosz humanitárius segély fogadásába, ha a szállítmányt átrakodják a Vöröskereszt által bérelt teherautókra, amelyet kizárólag a Vöröskereszt képviselői kísérhetnek tovább Ukrajna területén.